Tisztelt kollégák. Az optika történetének megismerésének második videójához jutottunk el, amiben a fénytörésnek a. a fénytöréssel, aztán a színeknek a megismerésével folytatjuk az optika történetét. Nézzük csak a fénytörés törvényének, a, a valódi törvénynek a felfedezése, Ugye. Az ókori előzmény, az Ptolemájosznak az Alfa-1 per Alfa-2 töréstörvénye volt, ami nem pontos. Kepler mutatja ki először, hogy ez pontatlan, legalábbis így említettük. Bár mostanában kiderült, sokszor ugye nem mostanában fedezzünk föl fizika történeti tényeket, hogy egy arab tudós, Ibn Szál, aki a aki a 10. században élt, már fölírta a pontos törés törvényt, csak nem képlettel, hanem geometriai megfogalmazásban. Tehát megfogalmazta, hogy itt, hol, milyen vetületeket e e kell megrajzolni, hogy a pontos törés törvényt kapjuk meg. A törvény jó volt, amit Ibn Szál felírt, csak ebben a formában, a geometriai szerkesztés formájában nagyon nehéz volt alkalmazni a mai töréstörvényt, a színusz alfa 1 per színusz alfa 2 egyenlő állandót, két tudós, Willebrord Snellius és René Descartes fedezi föl az 1600-as évek elején. Vitatkoznak, ők maguk is vitatkoztak, és a tudomány is vitatkoznak azon, hogy ki az elsőbség. Snelliusé vagy Snellé, ugye ez a latinus hozzátétel, az az usz a nevéhez. Tehát snellői szé vagy Descartes a, az érdem ebben. A szokás szerint az igazság valószínűleg az, hogy mindegyiküknek megvolt az érdeme ebben. Mondjuk az, hogy megérett az idő az 1600-as évek elején en a pontos törés törvény felfedezésére, és nagyon sokszor es Snellius Descartes törvénynek nevezik a fizikakönyvek, mi is az alapozó fizikakönyvünkben így Nevezzük, hogy nem foglalunk állás, hogy ezt snellnek vagy dk tulajdonítjuk. Szóval felfedezik ezt a pontos töréstörvényt, és ez hirtelen berobbantja az optikai kutatásokat. Miért is? Egyrészt dékárt nem elégszik meg azzal, hogy azt mondja, hogy tapasztalatai úton elfogadjuk azt, hogy színusz alfa 1 per színusz alfa 2 egyenlő állandó, hanem ezt, amit ő színuszok törvényének nevez, ezt a színuszok törvényét megpróbálja levezetni valamiből, és ad egy fénymodellt. Ez a Descartes-nak a fénymodellje a következő. A fényben kicsi golyócskák, kicsi részecskék repkednek, nagy sebességgel, és ezeknek a részecskéknek a sebessége egy adott közegben, például levegőben vagy vízben egy-egy állandó, tehát megvan, hogy a fény sebessége levegőben ennyi, vízben annyi. Nem tudta megmérni ez Dékár, csak ez egy feltételezés volt, hogy így, hogy így van. És azt mondja Dékárt, hogy amikor egy részecske átlép az egyik közegből a másikba, itt van ez a piros golyócska, átlép mondjuk levegőből üvegbe, akkor fölveszi a közegre jellemző, sűrű, közegre jellemző sebesség viszont megőrzi a felülettel párhuzamos komponest, amit itt most nyilacskákkal bejelöltem. Ez a két zöld nyíl, ez a két sebességvektornak a felülettel párhuzamos komponese, és Dékárt azt mondja, a golyócska, amikor átlép a közeghatáron, akkor a közeghatár ő rá nyilván a közeg határa merőleges irányú erővel hat, ezért a sebességnek a párhuzamos komponense, a felülettel párhuzamos komponense nem változik, és akkor föl lehet írni, hogy ez a két zöld vektor v 1 szer szinusz alfa 1, illetve v 2 ször szinusz alfa 2, ugye itt van az alfa, és ez a kettő megegyezik, és a v 1 szinusz alfa 1 egyelő v 2 ször szinusz alfa 2-ből szépen levezethető, ha színusz alfa 1 per szinusz-alfa 2 az egyenlő V2 per V1, ami állandó. Tehát nem csak, hogy kísérletileg bebizonyítja Descartes ezt a törvényt, hanem ad mögé egy modellt. Meg is próbálja mérni a fénynek a sebességét, ugye az igazolná az ő elméletét, ha tényleg megmérné, hogy vízben gyorsabban megy a fény, mint levegőben de arra jut, hogy túl nagy a fénysebessége az akkori eszközökkel nem tudja megmérni. Látni fogjuk, hogy ez csak jóval később következik be a fénysebességnek a megmérése. De amit nagyon fontos, hogy Descartes-nak a modellje akkor ad jó eredményt, hogyha üvegben vagy vízben gyorsabban terjed a fény, mint a levegőben. Nézzük csak ezen az ábrán is, a felső közeg a levegő, az alsó közeg mondjuk az üveg vagy a víz, és tudjuk, hogy ilyenkor levegőből vízbe lépve a belsési merőlegeshez törik, tehát alfa 2 kisebb, mint az alfa 1, de ez a törvény akkor jön ki, hogyha a v2 ö, nagyobb, ö, mint a v1, ö, nagyon egyszerű belátni a nagyságok ö, miatt. Ezt nyugodtan föltételezhette DK-t, hogy így van, mert nem tudta megmérni a sebességeket, ma már tudjuk, hogy tévedett. Mindjárt ezt majd később meglátjuk, és tulajdonképpen ez a levezetés, ami Descartes adott, ez teljesen helytelen, mert nem őrződik meg a párhuzamos komponens, de ugye a tévutak is érdekesek a fizika történetben. Aztán Descartes, akármilyen is volt ez a modellje, de a könnyen kezelhető színusz alfa 1 per színusz alfa 2 elő, állandó törvény alapján szépen rendbe vág egy csomó mindent, ugyanis ismertek voltak előtte a problémák, hogy nagyon gyakran torzítanak a lencsék, például nagyobb lencsék esetén, vagy a látómező szélefele homályos vagy torzuló képet alkotnak ezek a lencsék, de Descartes hozzátette a koordinátageometriai tudását, ugye ő fejleszti ki a mai értelembe vett koordinátageometriát, ezt kever össze kombinálja törési törvényel, meg azzal, hogy ő zseniális matematikus volt, és megadja a tökéletes lencsék szerkesztésének a módját teljesen helyesen. Kijön például, hogy nem a gömb felülete a tökéletes alak, hanem attól függően, hogy mit akarunk, hogy szemüveg lencsét, távcső lencsét építünk, távoli vagy közeli tárgyakat akarunk élesen leképezni. Negyedrendű görbékkel lehet megadni az ideális alakzatokat. Ugye, tehát ilyen az XY koordináták negyedfokú és kisebb fokú kombinációi adják meg a görbék egyenletét. Megadja a szemüvegek elméletét teljesen korrektül, itt az ő, a Descartes-nak az egyik könyvéből vannak ilyen ábrák, amiken láthatjuk, hogy a nagyon sokféle dologról beszélt, hogy mi van, hogyha a szemünk elé ilyen homorú domború lencsét teszünk, vagy kicsit távolabb tartott nagyítón keresztül nézünk, vagy homorú tükörbe nézünk a szemünkkel. Ezek mind teljesen korrektül leírja, és megszületik a modern optometria, tehát a modern eh, szemüvegkészítés készítés s, ö, ö, tudománya. Innentől kezdve terjednek el a homorú-domború lencsék, mert azok alkalmasabbak szemüveglencsének, mint mondjuk a domború-domborúak. És Dékárt megadja a szivárvány magyarázatát, amely egy nagyon fontos dolog volt tudománytörténetileg. Nézzük csak a szivárvány magyarázata. Ősidők óta ismert volt, sokan főjegyezték, hogy ö, egyszerűen azért, mert figyelték, hogy mikor látunk szivárványt, hogy a vízcseppek és a napsugár ö, kölcsönhatásából alakul ki, tehát valahogy a vízcseppeken így törik meg a fény. Na de Descartes megadja teljesen pontos és számszerűen is helyes modelljét. Ez a baloldali ábra Descartes könyvéből származik, itt láthatjuk lenne megfigyelőt, innen süt a nap, tehát innen jönnek a belső napsugarak, itt ezek a sok kis pöttyöcskék, kis esőcseppecskék, ahogy hullik lefele az eső, ez a kör egy kinagyított esőcsepp, és itt láthatjuk a megszerkesztett e, sugármenetet, a belső fénysugár itt törik egyet, itt visszaverődik, itt megint törik, és az emberi szembe jut. Nos, Descartes tisztázta azt, hogyha vesszük a bejövő sugaraknak egy, egy teljes halmazát, itt végig söpörjük e, a a vízcseppet, akkor a, kiszámolt a dékárt, hogy a belépéskori törés a benti visszaverődés és a kilépéskori törés után milyen irányba mennek a fénysugarak, és kiderült, hogy egy bizonyos irányban itt egy sűrűsödés tapasztalható ezzel kapcsolatban meg is adta ezt a szöget, 42 fokos szög van itt, és ez megegyezett a megfigyelésekkel, itt van 42 fok ebben az esetben. Douglas Adams rajongóknak megjegyzem, hogy ez nem a végső kérdés. Szóval itt van 42 fok ennél a szögnél, ráadásul ez a 42 fok egy picit függ a fénynek a színétől, mert a törés mutató az az arány, az az állandó, a színusz alfa 1 per színusz alfa 2 állandó, az picit függ a fény színétől, és ezért színeire bomlik. Dékárt korrektül végigszámolja, és kísérletét is igazolja, valamint azt is kiszámolja, hogy itt a másodlagos szivárványnak hol kell lennie, az olyan fénysugaraknak köszönhető, amik kétszer verődnek vissza a, a a belsejébe. Szóval teljesen korrektül leírja ezt a dolgot, dékárt Úgy néz ki, hogy minden rendben van, de akkor jön a történetben egy csavar. Egy Pierre de Fermat nevű matematikus is elkezdett a fényjel is foglalkozni. Mielőtt erről beszélünk, megjegyzem, hogy Pierre de Fermat matematikusként például a geometriához is nagyon sokat ad hozzá, a differenciál számításnak az egyik atya, említettük a múltkor a nevét, de több más matematikai területen is maradandót alkotott. Szóval ő az optikában is megadott egy törvényt, amit Fermá elvnek nevezünk. A Fermá elv azt mondja, 1662-ben mondja ki, a fény a végtelen sok lehetséges terjedési út közül azokon terjed, melyeken a terjedési időnek lokális minimuma van. Hú, ez most nagyon bonyolultan hangzik. Mindjárt megnézzük konkrét példákon, és akkor jobban megértjük ezt a Fermá elvet. Hogyan magyarázza a Fermá elv azt, hogy egy homogén közegben, egyenes vonalban terjed a fény? A következőképpen azt mondja Fermá, itt van egy kezdőpont, itt van egy végpont, és a fény, minthogyha egy intelligens lény lenne, nem mondta ezt Fermá, hogy intelligens a fény, csak azt mondta, hogy a törvény az ilyen jellegű, hogy elképzeljük a végtelen sok lehetséges utat a két pont között, és a fény kiválasztja azt, ahol a terjedési idő a lehető legrövidebb. Na most a végtelen sok út közül melyiken lesz a legrövidebb a terjedési idő? Ha ez egy homogén közeg, és a terjedési sebesség állandó benne, akkor a legrövidebb idő az egyben a legrövidebb utat is ö, jelenti. Na, de a legrövidebb út két pont között, hogyha nincs közte semmi akadály vagy ilyesmi, a legrövidebb út az egyenes. Tehát megmagyarázhatod, hogy a fény miért terjed egyenesen. Na hát ezért kár volt ilyen bonyolult idő minimumokat bevezetni, de várjunk csak egy kicsit. A bonyolultabb eseteket is jól leírja a Fermá azt nézzük csak, hogy, hogy, hogy ö, milyen eredményt ad ez a sík tükrön való visszaverődéskor. Kezdőpont itt van, végpont itt van. Melyik a melyiken a legrövidebb terjedési idő azon utak közül, amik érintik a tükröt? Megint csak berazoltam egy csomó lehetséges utat. Itt is a terjedési sebesség állandó, tehát a legrövidebb idő az egyben a legrövidebb utat. Jelenti pontosabban a terjedési idő lokális minimuma, mindjárt ezt a lokálisat kiemelem, hogy ez miért fontos, az megegyezik az útnak a lokális minimumával. Tehát föltetjük azt a kérdést, hogy a tükröt érintő sugármenetek közül melyiknek a legkisebb a hossza, mert a legkisebb hossz az a legkisebb legkisebb ö, ö, időt is jelenti majd. Hát először is az biztos, hogy az egyik ponttól a tükörig, meg a tükörtől a másik pontig, itt nem érdemes görbén menni, mert nyilván jobb, ha kiegyenesítjük ezt. Még mindig maradt egy csomó lehetséges út, hogy a tükröt melyik pontban érintjük, de azt meg egyszerű geometriával lehet igazolni, hogyha a végpontnak a tükörképét, a matematikai tükörképét megszerkeztjük ide, és ennek a tükörképnek az irányába indul a fénysugár. Ez a legrövidebb út, mert ezt visszatükrözve megkapjuk a visszatükrözött irányt is. Ez az út például, amit itt a szélére berajzoltam, ez az út nyilván hosszabb, mint az egyenes út, és a tükörképből ezt megérthetjük, hogy, hogy ezért az azonos beesési és visszaverődési szög, fogja adni a legrövidebb, legalábbis a lokális minimumot jelentő terjedési időt. Na most fontos itt a lokális szónak a hangsúlyozása, mert például ebben az esetben, ha nincs itt egyéb akadály, akkor a fény terjedhet direktbe is a két pont között, és terjed is. Ez felel meg annak, hogyha áll egy, egy, egy nagy tükör előtt két ember azok látják egymást közvetlenül is, meg a tükrön keresztül, tükr, tükörképen keresztül is látják egymást. Ezért fontos hogy hangsúlyozni, hogy nem azt mondja a fermá, hogy a legrövidebb utat, a legrövidebb időt keresi, hanem a, az időnek a lokális minimumát keresi. Az egyik lokális minimum a tükörről való így visszavert sugár, a másik lokális minimum pedig a közvetlen egyenes összekötés. De Fermá, és ez volt itt a nagy érdem, meg tudta a fénytörést is magyarázni a Fermá elv alapján, azt mondja, megint csak, a végtelen sok út közül melyik a legrövidebb, melyiken lokális minimumot mutat a terjedés idő, ha fönt V1, lent pedig V2 a terjedési sebesség. Na most egy adott közegen belül továbbá is az egyenes az optimális, tehát biztos, hogy nem fog így kacskaringózni a levegőben vagy a vízben önmagában, viszont egyáltalán nem a direkt egyenes összeköttetés az optimális, ez lenne itt a direkt egyenes útvonal, amit egy kis nyilacskával bejelöltem most. Érdemes attól egy picit eltérni abba az irányba, hogy többet menjen a fény, a nagyobb v-egy terjedési sebességű közegben, mondjuk a levegőben, mint a kisebb terjedési sebességű vízben, egy picit kimozdítjuk, ugyanaz úthoz nagyobb lesz, de nyerünk, mert a lassabb közegben kevesebbet halad a test. Nos, Fermá, aki a differenciál számításnak az egyik atya, de a kezdetleges differenciál számítási módszerekkel meg is tudja adni, hogy ez akkor áll fönn ez az optimum, ez a lokális minimum a terjedési időnek, ha színusz alfa 1 per színusz alfa 2 egyenlő állandó. Tehát levezető a töréstörvényt. Hoppá, csak hogy pont fordítva vannak itt. V1 per V2 van. Pont fordító van, mint D-kártnál. Visszalapozok gyorsan. Ugye D-kártnál V2 per V1 ö, szerepelt itt. Ennek megfelelően... Ö, a elvből ugyan levezethető a sziluszok törvénye, schnellius dk törvény, csak ez azt mondja, hogy éppen, hogy a vízben terjed lassabban ö, a fény. Hát akkor most kinek van igaza? Feloldhatatlannak tűnik ez az ellentét. Most ö, üvegben vagy levegőben terjed gyorsabban a fény. Abban a korban nagyon messze voltak a fénysebesség megmérésétől, tehát nem tudták ezt direktben eldönteni. A tudósok többsége Descartes-ot támogatja, mert ő megad egy elfogadható módszert, elfogadható mechanizmust, hogy röpködnek a golyók, megőrzik a párhuzamos komponenset, meg ilyesmi, Fermá pedig hát adós marad ezzel, mert ha, e, ha mechanizmust akarunk mögé adni, akkor azt kéne mondani, hogy a fény okos és a végtelen sok út, út közül kiválasztja a lokális minimumot jelentő, mert hogy terjedési időben a lokális minimumot jelentők. Hát inkább el tudjuk a fényt kis golyócskáknak képzelni, aminek így úgy változik a sebesség komponense, mint egy ilyen intelligens lénynek, ami kiválasztja a lokális minimumot a terjedési időben. Szóval nyitva marad ez a kérdés, de a Fermá elv még abban az időszakban is, amikor nem dőlt még el, hogy kinek van igaza, nagyon fontos szerepet játszott. Egyrészt gyakorlati számításokat tekintve egyenértékű dékárt modelljével, és kiderült, hogy a lencse tervezéseknél vannak olyan feladatok, amit a Fermat elvel egyszerűbb kiszámolni, mint a dékártféle féle sugárkövetéses módszerrel. Másrésztről ez a dolog, hogy ilyen variációs szemléletű természeti törvény is létezik, ez több későbbi elméletnek az ötletadója, például amit a mechanikába tanultunk, az a mópertűi variációs ö, szemléletű mechanikája, az innen vette az ötletet. Most ö, egy kis pillanatra álljunk meg, egymásra rétegződnek a történeti é, idő ö, skálák. Ugye az előzőekben végigvettük a mechanika történetét, most végigvesszük az optika történetét. Látjuk, hogy ugyanazok a nevek bukkannak fel nagyon sokszor, viszont ez azt jelenti, hogy visszaugrunk az időbe. Ugye szerepelt, hogy a fermája -e az 1662-ből származik. A Mópertűje az 1700-es évek elején, amikor már a Newtoni mechanika elterjedt és elismert volt, született meg. Szóval ez bennem is egy kérdés volt, hogy teljesen időrendbe menjünk, és vegyük végig 1660-ban, hogy mi volt a mechanikában, mi volt a, mm, az optikában, de inkább azt választottam, hogy egy-egy szálat, például a mechanika történetét végigvesszük, aztán most az optika történetét, és hát összekötögetjük ezeket az időskálákat. Utólag már tudjuk, hogy Fermának van igaza ö, a téren, hogy az üvegben lassabban terjed a ö, fény, de ezt csak később sikerül bebizonyítani. Ugyanis a fény ö, természetének megismerésében előjön két olyan név, Huygens és Newton, aki a mechanika történetében is nagyot alkotott. Huygens és Newton... Az 1600-as évek végén, 1700-as évek elén több publikációt is közöl a fényel kapcsolatban egymással párhuzamosan, és először ebből az nek az eredményeit említjük meg. HighHealth egyrészt egy nagyon jó, ügyes mesterember is volt, és saját maga is épített jó minőségű távcsövet, és rengeteg csillagászati felfedezést tett ha ez csillagászat történet óra lenne, akkor megemlítem, akkor ezekkel részletesen e, foglalkoznánk, itt csak azt említem meg, hogy ugye már Galilei észrevett, hogy a Szaturnusz olyan furcsa alakú, és nagyon sokáig a, a, csillagászok nem tudták azonosítani, hogy mi ez az alak, Nos, Huygens szépít olyan minőségű távcsövet, hogy fölismeri, hogy ez egy gyűrű a Szaturnusz körül, és sok más csillagászati felfedezést is tett. Ami nekünk viszont itt fontos, Huyhens egy dk tól teljesen eltérő fénymodellel áll elő, azt mondja, hogy az egész teret kis golyócskák töltik ki, ilyen könnyen áthatolható, finom közeget, az étert alkotják ezek a golyók, és ha ezeket a golyókat meglökjük, eltávolítjuk a nyugalmi helyzetükből, akkor ezek... Ez a nyugalmi helyzetből való eltávolítás, ez a fény. Ugye hasonlóan a hanghoz, ugye a hang a levegő részes kék e, sűrűsödése, ritkulása. Nos, e, H.H. azt mondta, hogy a fény valami más közegnek e, a hullámát jelenti. Bár őszintén szólva azt kell mondani, hogy nem volt teljesen hullámszerű kép H.H.H. fejében, tehát nem gondolt, hogy periódikusan mennének ezek, hanem inkább olyan, mint ezen az ábra soron, hogy a golyócskák löködik egymást, és úgy adódik tovább a fény. Mondta Highhands. Azért mondta ezt, mert ezzel nagyon sok mindent meg tudott magyarázni. A Highhands elv az optika kurzusokban is tanuljuk ezt, Highhands Fresnel elv néven, majd hogy ki az a Fresnel, arra rövidesen kitérünk. Szóval a Highhands azt mondta, hogy a frontfelület minden pontja, frontfelület, ugye itt a piros golyók, amik éppen elmozdultak a nyugalmi helyzetükből, a frontfelület minden pontja újabb golyókat lök meg, és ezekből áll össze a későbbi hullámszerűen terjedő ö, állapot, ö, mondja Huygens. Ezért, hogyha egy pontban minden irányba indul, akkor gömb hullám formájába fog terjedni ö, a hullám, nem csak a fény, hanem más hullámok is, ha pedig egy adott pillanatban a frontfelület egyenes volt, akkor ennek az egyenesnek minden pontjából indítva az elemi gömbhullámokat, ezeknek az eredője egy új sík hullám lesz, tehát az egyenes ö, ö, módon terjedő fény továbbra is egyenesen fog terjedni. De ezzel az elmélettel a fény visszaverődést és törést is meg tudta magyarázni Huygens, a közeg határon egyrészt visszaverődik ezekből a kis hullámokból, másrészt behatol, viszont mondjuk az alul levő vízben a kisebb terjedési sebesség az befékezi a frontfelületnek ezt az oldalát, és ezért elfordul ennek az iránya. Le is vezette Highhands pontosan, a fizika történeten Persze a levezetést mellőzik, az a fizika órának a, a tárgya. Levezetés kijött neki a színusz alfa 1 per színusz alfa 2 törvény, csak hogy őnek is az jött ki, mint Fermának, hogy a vízben lassabban megy a fény, mint a levegőben. Szóval a Fermá elvel van összhangban, és később kiderül, ez lesz majd, később kiderül, ez lesz Frenelnek az egyik eredménye, hogy a hullámszerű terjedésből levezethető a fermelv, tehát a fermelv nem valami intelligens fényjel magyarázható csak, hanem ezzel a hullámszerű terjedéssel is megmagyarázható, hogy miért a lokális terjedési idők esetén valósul meg a terjedés és majd Fresnel ö, teszi rendbe ezt a 19. században. Mi a probléma Huyhens-nek a fénymodelljével? Hiányzik a kísérleti bizonyíték, ugye mindig ez van a központban a fizikában, a kísérleti bizonyíték kell ahhoz, hogy egy elméletet elfogadjunk, tehát hiányzik a kísérleti bizonyíték a fény sebességének a, az üvegbeli és levegőbeli ö, 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 arányáról, meg nincs bizonyíték arra, hogy a fény tényleg ilyen hullámokban terjedne. Ez az utókorra vár. És hens kortársát newton kell még megemlíteni, aki szintén nagyon jelentősen hozzátett az optika ismereteinkhez. newton az motiválta, hogy a nagy lencsék sajnos mindenképpen életlen képet alkottak, itt van ezen az ábrán azok feltüntetve. Egy egyszerű nagy átmérőjű lencsének ez a része itt a szélefele úgy viselkedik, mint egy prizma. Színeire bontja a fényt. Ugye ezt már nagyon részletesen dékárt is tárgyalta, hogy a törésmutató egy picit hullámhoz függő, ezzel magyarázta a szivárványnak a jelenségét. A vízcseppek esetén ez egy nagyon szép esztétikailag is élvezhető jelenség, viszont a távcsövek építői dühítette ez a dolog, mert ez azt jelentette, hogy a bejövő fehér fény színeire bomlott, és nem lehetett egy pontba fókuszálni a bejövő fénysugarakat. Mindenképp életlen lett a kép. Márpedig Newton szeretett volna egy minél nagyobb távcsövet építeni, mert tudta, hogy az fontos a csillagászati felfedezésekben és ezért elkezdett, elkezdte tanulmányozni a színelméletet, aminek sok dolga előtte is ismert volt, lásd, Descartes és a szivárvány, de Newton sokban hozzájárult az eredményekhez. Ezen a festményen azt láthatjuk, hogy a fiatal Newton itt a kezében nem látszik ennél a felbontásnál egy picike kis prizmát tart, és az ablak Ö, sötét függőnyén hagyott résen bejövő napsugarakat bontja föl színeire egy elsötétített szobában. Newton ö, rengeteg kísérletét napfényjel végezte, mert annak volt elég nagy az intenzitása, hogy miután felbontotta komponensekre, még mindig elég fényerő maradjon. Nézzünk néhány képet ö, Newtonnak az optika című könyvéből, ez az, az első optika könyve. Hát persze nem fogjuk elolvasni ezt, de azért, hogyha valaki egy kicsit is tud angolul, akkor láthatja, hogy max egy kicsit szótárazni kell, meg megszokni például, hogy ez a, ez a fura betű, ami itt van, itt kirajzolom nagyba, az ilyen betű, olyan, mint egy F csak nincs szár, ez az S betű, az akkori nyomdatechnikában így írták. Szóval kezdődik definíciókkal, ugye hát az ókori szabványt követi definíciók, tételek, bizonyítások alkotják egy tudományos műnek a szerkezetét. És nézzünk inkább képeket és hozzáfűzött magyarázatokat, ez Newton eredeti optika könyvéből, ami letölthető az internetről jogtisztán, tisztán, vettem ki képeket, ezek mind feketék, fekete vonalrajzok, én pedig színesen ráírtam magyarázatokat. Az optika könyv elején tisztáz néhány alapvető fogalmat, például az egész egyszerűen a fénytörésnek és visszaverődésnek a rajzolata rá ismerhetünk. Talán az a nehéz, hogy nem használ nyilacskákat a terjedési iránynak a jelölésére. Emlékezzünk, a principiába se használt az erővektoroknál nyil fejeket, és ez nehezítette a megértést, hanem szövegbe írja le, hogy a fény, az AC vonal mentén ered visszaverődik a CB egyenes irányába, és a többi. Nos, szóval, itt ez a fénytörés. Aztán itt van az átnézés prizmán. Ez egy szem, és azt mutatja, hogy ha prizmán átnézünk, akkor itt van a tárgy, de a fénytörés miatt úgy látjuk, mintha innen itt lenne a tárgy, és itt szaggatottan razzolja azt, amit csak a látszólagos iránya a képnek, ahogy ezt ma is tesszük. Aztán itt egy gyűjtőlencse valódi képalkotása, a nagy P a kis P a nagy Q a kis kúpontba gyűlnek össze a ö, fénysugarak. Ez pedig az emberi szemnek a képalkotása, hogy a szemlencse ö, és a szaruhártya itt a retinán hátul alkotja a képet. Hát összefoglalta az elődjei munkáit. És aztán jöttek a saját kísérletei. Először az egyszerű színbontási kísérletek. Itt van a nap, ö, feltüntet, egy kis korongocska. Itt van egy átlátszatan ernyő, ami Newton esetén egy sötét függöny volt az ablakon, amin csak egy nagyon pici lyukat hagyott itt az ernyőn. Bejön egy keskeny a ezt egy prizmára ö, engedi rá. A prizma az ernyőn széthúzza, és egy színes csík lesz az ernyőn, a, ahogy a... Newton tapasztalta. Persze Newton a könyvében ezt nem tudta színesen ábrázolni, nem volt meg ez a nyomdatechnika, hanem szépen leírta azt, hogy így be ennek a csíknak az egyes részeit, és szövegben magyarázta el, hogy melyik betűnél milyen szint látott. Tehát ez a szövegbe el van magyarázva. Minden esetre ez az alapkísérlet a színbontás prizmával. Ezt láthatjuk ezen a ö, festményen, ezt az alapkísérletet. Itt a prizma, itt pedig a fal, amire kivetíti a sugarakat. Aztán Newton nagyon alaposan boncolta a jelenséget. Azt mondta, hogy próbáljuk meg tovább bontani. Itt van az ABC prizma, itt ö, ezt figyeljék, hogy így berajzom ezt a zöld nyilacskát. Ez idáig ugyanaz, mint a fönti kísérlet. Tehát ez az ABC prizma függőleges irányba széthúzza a csíkot, de ennek a csíknak az útjába betesz egy 90 fokkal elforgatott DH prizmát, amit itt látható, ami viszintesen próbálja meg széthúzni a nyalábot. Ennek az volt az alapgondolata, hogy például alulra jutnak mondjuk a vörös színek, és azt a vörös színt szét tudjuk-e szét tudjuk viszintesen húzni ezzel a második prizmával? Az jött ki, hogy nem. Az alapszíneket nem lehet továbbontani. az eredő a falon egy 45 fokban fény fénycsík lesz, ahelyett, hogy mondjuk itt ezt a fölső pontot, felső foltot viszintesen is szétbontotta volna további színekre, ahelyett csak elferdítette, tehát az alapszíneket, amire a prizma szétbontja a napfényét, nem lehet tovább bontani. Ezt Newton becsületes kutató ö, lévén más módon is ellenőrizte. A szétbontott fényekből két lyukkal, ami ezen a DE, meg a kis D kise ernyőn van, ez a P, P, két kicsi rés, csak egy-egy keskeny alábot engedett tehát egy alapszint, és azt az egy alapszint megpróbálta ezzel a kis ABC prizmával felbontani, és megállapított, hogy nem bomlik tovább. Aztán észrevette, hogy ha lencsét is beteszünk a rendszerbe, akkor élesíteni lehet, és sokkal kisebb részre lehet fókuszálni, és jobban megfigyelni ezeket az alapszíneket, valamint azt is, ha két prizmát alkalmazunk, és egymásra vetül ezeknek a színes nyalabjának egy része, akkor itt minden egyes pontban más és más két alapszínnek a keverékét láthatjuk, és a színkeverésnek az alapjait is letette Newton, hogy melyik szín, melyik színnel egyesítve milyen eredőt ad. És kiderült, hogy így akkor a szivárvány színében nem található színek is kikeverhetők. Még nagyon sokféleképpen kísérletezett a színekkel Newton, ez be sem mutatom idő hiányában. Az utolsó rész, amit bemutatnék Newton optikai műveiből, a Newton gyűrűk esete volt. Észrevette Newton, hogyha egy síküveglemezre, ez az AB vonal itt fönt, ráteszünk egy ö, nagy görbületi lencsét, ez a CD görbe, akkor a síküveglemez és a lencse felületek között színes csíkok jelennek meg, színes gyűrűk jelennek meg, ezt nevezte később az utókor Newton gyűrűknek. Itt Newton a könyvében leírja pontosan, oda van írva, green, red, itt vannak a színek, hogy hol milyen színes, milyen színűnek látta ezeket a dolgokat. Lerajzolta a felülnézetből is, hogyha csak színbontással kapott, egyszínű fényt bocsátott rá, akkor értelemszerűen nem volt színes, hanem egy kifele egyre sűrűsödő ö, ö, körökben tapasztalt sötét, világos csíkokat. Megpróbálta Newton megmagyarázni ezt, ez is az ő könyvéből származik ez az ábra, azt feltételezte, hogy van valamiféle periodicitás a fényben, nem rakta össze ezt, hogy ez valami hullám lenne, de valami térbeli periódikusságot gondolt, és azt kitalálta, hogy hol milyen, hol erősítést vagy gyengítést látunk, az annak köszönhető, hogy itt ez a távolság az adott helyen, a két üvegfelület között páratlan vagy páros számú többszöröse a, ennek a periódus hossznak. Szóval ezek voltak Newton legfontosabb megállapításai, amiket most az ábrák után szeretnék szövegesen is összefoglalni. Tehát Newton megállapította, hogy a fehér fény elemi színekre bontható, ezt már korábban mások is ismerték, viszont Newton bebizonyította, hogy ezek tovább nem mondhatók, ezeknek a keverésével akár visszakapható a fehér fény is, hogyha minden komponest visszakeverünk, és mindenféle szín kikeverhető, hogyha csak néhány szint, néhány elemi szint egyesítünk. A Newton gyűrűk pedig azt mutatták meg, hogy a fényben van egy térbeli periodicitás. És ráadásul még Newton kiszámolja ezt a periódushoz, és helyes értéket kap, amit ma úgy nevezünk, mint a fény hullámhossza, de nem jön rá, mi van a háttérben, és nem folytatja ezt a kutatást. Nagy kár, pedig eljuthatott volna már ő a fényhullám elméletéhez. Tehát ne legyünk elégedetlenek, annyi mindent tett Newton életében, utólag már okosak vagyunk, hogy na, ha ezen a csapáson még egy kicsit tovább megy, akkor nagy felfedezések jöttek volna, de hát ezt ő honnan tudhatta volna abban az időben. Minden esetre, azt mindenképpen meg kell a kalapunkat emelni Newton előtt hogy bár nem értette, de nagyon-nagyon precízen lerajzolt ezeket a jelenségeket, és a megfigyelései tökéletesek. Aztán vissza Newton eredeti ö, céljához a jobb távcsövet építeni. Ugye az volt a gond, hogy az egyszerű nagy lencsék színeire bontják a fényt, ezt egy ábrán mutattam is. Newton eredeti ötlete az volt, hogy ha többféle üvegből egy egy több rétegű lencsét hozunk létre, akkor esetleg az egyik fajta üveg így színez, a másik fajta üveg úgy színez, és esetleg kiolthatják egymásnak a hatását. Newton beszerzett többféle üveget, és ő neki az lett az eredménye, hogy minden üveg hasonlóan színez, tehát hasonló mértékben függ a törés mutatója a színtől, és ezért Newton azt mondta, hogy nem lehet kiküszöbölni a színezést. Ma már tudjuk, hogy ez tévedés, és abból származott, hogy Newton csak egy üveggyártótól vett különböző üvegeket, és nem alapvetően különböző üvegfajtákat vizsgált. És Newton után egy generációval kiderült, hogy eltérő fajta üvegek, tehát nagyon eltérő üvegekkel lehetséges kikombinálni ezt a színezést. Erről majd mindjárt ábrát is közök, de előtte még a Newton vonalát szeretném lezárni. Szóval Newton úgy véli, hogy nem lehet kiküszöbölni a lencsék színezését, és ezért olyan tárcsövet konstruál, amelyben a fő optikai elem, az objektív nem lencs, hanem egy homorú tükör. Itt van Newton eredeti rajza. Az én általam ráírt piros és kék magyarázatokkal kiegészítve, tehát jön a bejövő fény, itt fönt, meg itt lenni is, rásik erre a homorú tükörre, ami az objektív, az visszaveri ide, eredetileg való itt alakulnia ki a kép, de akkor azt nem tudnánk megnézni, mert a fejünkkel eltakarnánk a bejövő fénysugarakat, ezért a segéd tükör oldalra kivetíti, és itt van a szemünk, amint egy szemlencsén keresztül megnézzük a képet. Ugye ez lényegét tekintve egy Keplerféle távcső, gyűjtő lencse helyett gyűjtő tükör van, és itt a szemlencsénél pedig egy másik gyűjtő lencse van, és ezzel nézzük a képet. Ez Newton eredetinek, eredeti távcsőnek a rekonstrukciója, méret helyesen és anyag helyesen egy múzeum állított elő. Hát nem sejthető itt, ez Körülbelül 15 cm átmérőjű, tehát egy asztalon elfért ez a tükrös távcső, de nagyon jó minőségű képet adott az akkori lencsés távcsőekhez képest, és nagyon sokat dobott az optikán és a csillagászaton ez a felfedezés. Nyúton után beindul az optikai műszereknek a fejlődése, kiderül, hogy mégiscsak lehet színhibamentes, úgy mondják akromatikus lencsét készíteni, nagyon eltérő típusú, tehát mondjuk koronaüvegből és flintüvegből, két réteget alkotva, egymás eltérő színezése kiküszöbölhető, nem száz százalékig, de nagyon nagy mértékben, és a lencsék színhibája lényegébe kioldható, De ehhez nagyon precíz számításokra és gyártástechnikára is szükség van. Minden esetre ez lehetővé tette a nagyméretű lencsés távcsövek és a jó minőségű mikroszkópoknak az építését. És innentől kezdve az 1700-as évek közepétől minden adott az optika fejlődés előtt megvannak az elméleti alapok, számítási eszközök, differenciál számítás, motiváció is megvan, technikai háttér. És innentől kezdve az optikai műszerek inkább nem annyira fizika, mint a technikai fejlődéshez tartoznak hozzá, hogy nem is tárgyaljuk őket részletesen, csak néhány érdekességet említünk. Például egyre nagyobb és nagyobb lencsés és tükrös távcsöveket építenek, tükörből nagyobbat lehet, mint lencséből, de a lencsének is megvan a maga előnye. Aztán az ilyen, vagy az ennél bonyolultabb, például három rétegű lencsék tervezése, az óriási számítási kapacitásra van szükség, és megszületnek az első párhuzamos számítási eljárások, nem számítógépen természetesen, hanem tucatnyi ember közt megosztva a számítási feladatokat tervezték meg, hogy hogyan lehet jól ilyen lencséket kialakítani. És a mikroszkóp pedig elindítja a mikrobiológiát, ami már egy teljesen másik történet, de egy nagyon fontos következménye az optikai műszerek fejlődésének. Köszönöm szépen a figyelmet!